Sziasztok, Oli vagyok, és szeretném folytatni a kis sorozatomat a Forge of Empires játékra a kezdőknek. A mai videó a medálokról szól, hogyan gyűjtsünk medálokat. Hát a legtipikusabb mód az az, hogy az ember vérpistikésen játszik, és mindenki, aki él és mozog, azt megtámadja, még aki nem mozog, azt is, meg bárhol, ahol támadást lehet indítani, azt mind letámadja, és akkor van egy ilyen kis táblázatocska, hogy melyik korból ki mennyi győzelmet szerzett, meg ilyesmi, és akkor hétvégén szokott ezért nem sok medálokat osztogatni. Hát, ez nem én vagyok, meg elég sokan nyugisan szeretnek játszani, nem az ilyen vérpistikés dologgal. Hát hogyan lehet akkor ők nekik medált szerezni? Menjünk végig a lehetőségeken, a legegyszerűbb lehetőségeken. Lesznek még más lehetőségek is, de a legtipikusabbakat vegyük végig. A legegyszerűbb az az, hogy az ember incidens gyűjt. Ugye elég sok incidens föl szokott dobni egy nap a játék, és hát én az a tapasztalatom, hogy egy-kétszer medált ad, és hát nem sokat, de mégis az is valami, és egész jól szoktam belőle gyűjtögetni. Jó, akkor a másik lehetőség, mit lehet még? Például itt a régiség kereskedőnél elég gyakran föl szokott adni medált, mint egyszer aukcióra. És akkor, hogyha az ember hozzájut, nem túl drágán, akkor esetleg megéri. Szerintem olyan 5-6 ezerért érdemes megvenni, többé nem. Szóval, de mindenki maga döntse, hogy mennyiért mit vesz. Mindenestre ez egy lehetőség. Nézzük a következőt. Például én most a vikingeket csinálom. Hoppá. Itt maradt, és akkor azt jelenti, hogy ha bejövök ide, akkor itt az ilyen kulturális településeken mindig vannak ilyen kis miniküldetések. Itt is lehet látni, hogy minden ötönként van egy miniküldetés, és a 15. küldetésnél ad egy jó adag medált. Ezért például érdemes vikingeket csinálni, mert ez elég jól adja a medált. Na, hol van még? Hát napi küldetésben, tehát azt jelenti, hogy itt is elég véletlenszerűen ugye adja a dolgokat, de szokott lenni olyan nap, hogy medált ad. Sajnos tipikusan olyat, hogy 200-tól, mit tudom, 4000-ig, és akkor a 200-nak van, vagy 250-nek van 60% esélye, tehát hogy nagyon sokat kapjunk belőle, azért az nem, nincsen nagy esélye, tehát azért ez nem annyira jó. Na, de van még egy hely, ahol ha valaki rászánja magát, jól lehet medált keresni. Ez pedig a eseményeknél szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy havonta, két havonta szokott lenni ilyen nagy esemény a Forge Empire-ben. Tehát azt jelenti, hogy itt a küldetéseknél van ilyen történeti küldetés, napi küldetés, és lesz egy ilyen, hogy esemény küldetés. Na és akkor az esemény küldetésnél, hogyha az ember összeharácsa egy jó adag pontot, és figyeli, hogy mi az éppen a napi jutalom, mert minden nap más, akkor szokott lenni, hát nem minden egyes esetben, de azért elég gyakran szokott lenni ezekben olyan, hogy egy jó nagy adag medált lehet napi küldetésbe szerezni, és akkor, hogyha az ember nem érdeklődik a főnyeremény után, mert ugye, na jó, majd csinálok egy eseményes videót erről, mindestre napi küldetésként tökéletesen lehet szerezni, hogyha az ember erre szánja rá magát, ott bődületes mennyiségű medált lehet szerezni. Azt hiszem ennyit akartam mára, tehát vegyük végig, tehát vagy támadással, de ezt nem ajánlom én magamnak, vagy akik békésen játszanak, helyette csináljanak vikingeket, és akkor ott lesz miniküldetésből kaphat az ember. Lehet a régiség kereskedőnél napi küldetésbe, és például lehet eseménynél, hogyha az ember erre költi a zsét, akkor aznap csinálja meg a sok kis miniküldetést, amikor
a medálok vannak fönn, és akkor elég jó eséllyel kap egy párszor medált. Jó, azt hiszem ennyi volt mára, remélem érthető volt, élvezhető volt, és mindenkinek jó játékot.